Bonjour. Cette semaine, nous avons appris les mots concernant les vêtements. Aujourd'hui, nous allons les revoir et nous allons faire quelques exercices. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Ismét itt a péntek, ideje ismételni. Ezen a héten az öltözettel és a ruhákkal kapcsolatos szavakat tanultuk. Ma ezeket fogjuk átismételni és néhány feladatot is fogunk csinálni. Készen állnak? Akkor rajta! Pour commencer, nous allons voir une femme et sa fille qui discutent à la maison. Babette, quel désordre! Qu'est-ce que tu fais? Je sors avec Jean-Pierre ce soir et je veux choisir mes vêtements. Qu'est-ce que tu penses de cette jupe? Mais maman, je n'aime pas les jupes. Et ton jean? Mon jean? Oui, c'est une bonne idée. Est-ce que tu choisis des bijoux? Non, je ne porte pas de bijoux, mais je mets mes sandales. D'accord, mais n'oublie pas de ranger ta chambre. Az iménti szituációban egy kamaszlányt és az édesanyját láthatták otthon. A lány felettébb rendetlen szobájában, amit éppen az esti programhoz próbált ruhát választani. A most látható kérdésben a Soazir választani ége szerepel egyes szám második szemében, hiszen anya és lánya tegeződnek. Egy kiegészítőt is láthatnak a kérdésben, az ékszer szót többes számban. Ennek megfelelően a D többes számú határozatlan névelővel. Választasz ékszereket? Est-ce que tu choisis des bijoux? A most látható mondat a lány válasza az anyuka előbbi kérdésére. A mondatban láthatjuk a porté hordani viselni igét egyes szám első személyben, mert a lány saját magáról beszél. Mivel ez egy tagadó mondat, az előző kérdésben használt D többes számú határozatlan névelő de prepozícióvá rövidül, a bizsú ékszer szó előtt. A mondat második felében a már jól ismert metr, tenni, rakni igét láthatják. Ezt az igét kell abban az esetben is alkalmaznunk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy felveszünk egy ruhadarabot. Nem, nem hordok ékszert, de felveszem a szandálomat. Non, je ne porte pas de bijoux, mais je mets mes sandales. Écoutez et répétez. Est-ce que tu choisis des bijoux? Est-ce que tu choisis des bijoux? Non, je ne porte pas de bijoux, mais je mets mes sandales. Non, je ne porte pas de bijoux, mais je mets mes sandales. Pour continuer, nous allons faire quelques exercices pour revoir les mots concernant les vêtements. Végül pár feladat segítségével ismételjük át néhány szót a ruhákkal kapcsolatban. Döntsék el, hogy a mondat igaz vagy hamis. Vrai ou faux? C'est un t-shirt. C'est un t-shirt. Oui, c'est vrai. C'est un t-shirt. C'est un pantalon. C'est un pantalon? C'est faux. Ce n'est pas un pantalon, c'est une jupe. C'est une robe. C'est une robe? Oui, c'est vrai, c'est une robe. C'est un jean. C'est un jean? C'est faux. Ce n'est pas un jean, c'est un short. Ce sont des bijoux. Ce sont des bijoux? Oui, c'est vrai, ce sont des bijoux. Ce sont des baskets. Ce sont des baskets? Oui, c'est vrai, ce sont des baskets. C'est un chemisier. C'est un chemisier? C'est faux, ce n'est pas un chemisier, c'est une chemise. Au cours de la semaine suivante, nous allons apprendre quelques mots concernant l'école et les matières scolaires. A következő héten néhány az iskolával és a tantárgyakkal kapcsolatos szót fognak megtanulni. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.